Na, oldjuk meg azt az évszázados vitát, hogy valóban szükséged van-e két monitorra, vagy egy is bőven elég. Lesz szó pro-kontra érvekről, és persze azt is elmondom, hogy miért választottam az Apple Studio Display-t a Pro Display XDR helyett. Ez egy olyan titok, képzeld el, amit az Apple megpróbál eltitkolni előlünk, szerintem neked is le fog esni majd az állad. És persze mindenképp nézd végig a videót, mert a végén mutatom be, hogy én hogyan és milyen pozíciókban használom a két monitort, úgy, hogy fokozza a produktivitásom, kreativitásom, különösen akkor, hogyha multitaskolok, vagy fotókat, videókat szerkesztek. Kezdjük el, de előtte intro. Először is nézzük meg, hogy miért nem kell két monitor, és elég egy. Ha egy tiszta és rendezett munkaterületet részesítesz előnyben, akkor legyen csak egy monitorod. Egyszerűbb, kevesebb kábelrendezést igényel, egy extra dokkoló nélkül, így remélhetőleg egyszerre csak egy feladatra fogsz koncentrálni. Na de miért legyen két monitorunk? Nekem a produktivitás növelése az egyik legjelentősebb előny. Két monitorral sokkal profibban tudsz multitaskolni, legyen szó fotó vagy videószerkesztésről, vagy simán csak e-mailezésről. Sok márka közül lehet választani, sőt, használhatunk többet is, de akik mélyen az Apple ökoszisztémájában vannak, azoknak az Apple Studio Display a legjobb árértékarányú választása véleményem szerint, de akár PC-seknek is. Imádom a letisztult dizájnját, de ami még ennél is királyabb, hogy konkrétan egyből bekapcsol a MacBookom, és ezt semmilyen más monitorral nem tudtam elérni. Pedig jó párat kipróbáltam. Az 5K felbontás, ProMotion és a gyönyörű színek már csak hab a tortán. De most mondok egy nagyon durvát. Talán még jobb is, mint a Pro Display XDR, persze a 32 hüvelykes méret csábító meg az 1600 nit, de azt csak HDR-ben tudja. Tehát nem lehet manuálisan bekapcsolni, és legtöbbször még a videók szerkesztésekor is HDR-re vagy rákényszerítve, ami, most figyelj, csak 500 nit fényerőt jelent, ami konkrétan 100 nittel kevesebb, mint a Studio Display, ami fixen 600 nitet hoz. Érted? A jóval olcsóbb Studio Display-nek jobb a fényereje. Ha legalább annyira le vagy sokkolva, mint én, akkor mutasd meg azzal, hogy megnyomod a like gombot. De ha annál is jobban sokkolottál, mint én, akkor nyomd meg háromszor a like gombot. És ha már árak, a Pro Display XDR 2.250.000 forinttól, míg a Studio Display 660.000 forinttól indul, ami azt jelenti, hogy 3 Studio Display-t kaphatsz kevesebbért, mint amennyibe egy Pro Display XDR kerül. Ez konkrétan azt jelenti, és hadd végezzem el a matekot helyetted, hogy 54 hüvelyknyi képernyő területet kapsz 32 hüvelyk helyett, miközben 930.000 forintot spórolsz. Szóval szerény véleményem szerint legyél akár fotós, videós, grafikus, vagy csak valaki, aki imádja a gyönyörű kijelzőket, az Apple Studio Display lehet a legjobb választás, és igen, akár két monitoros setupban is. De te mit gondolsz? Te inkább az egy monitoros, vagy a két monitoros csapatot erősíted? És amúgy tudtál erről az elég félrevezető titokról? Mondd el kérlek a komment szekcióban. Most jöjjenek a kedvenc két monitoros setupjaim. Stag. Amikor az egyik monitor a másik fölé helyezed. Ez az én alapbeállításom, mivel a napi feladatokhoz a naptárom, a e-mail kliensem és a Spotify-t felőre tudom tenni, így láthatom, hogy mi történik, miközben szemmagasságú kijelzőmön pedig a fő munkámra koncentrálok. Emellett, mivel majdnem minden nap szerkesztek videókat, a második monitort clean feedként is, vagy kiterjesztett kijelzőként használom, amikor színkorrekciót csinálok. Vegyes elrendezés. A második kijelzőt oldalra 90 fokkal elforgatom, és függőleges kijelzőként használom. Nem csak webböngészéshez vagy kódoláshoz hasznos, de gyakran 3 sávra osztom, ahol olyan alkalmazásokat, mint Spotify, e-mail kliens és naptár egymás tetején helyezkednek el. Egy fontos dologról még nem beszéltünk. Mire ragd a monitorod? Ahelyett, hogy megvennéd a gyári Apple állványt, vagy a nevetségesen drága 280 eurós állítható magasságú verziót, válasz VESA Mountot, és szerezd be egy megfelelő monitor állványt.
Elég sokat próbáltam ki, ahogy láthatod a korábbi évekbeli desktop videómból, de úgy gondolom, hogy végre megtaláltam a legjobb megoldást, amely a rugalmasság, könnyű mozgathatóság és letisztult dizájn megtestesítője. Ez az Ergotron LX Dual Stacking Arm tollból matt feketében. Fehérben és szürkében is beszerezhető, de a matt fekete tökéletesen illeszkedik a Home Office stúdiómhoz. Az Ergotron az egyetlen olyan monitor állvány, amivel találkoztam, amely könnyen, de mégis stabilan állítható, legyen szó emelésről, előre-hátra mozgásról vagy forgatásról. Olyan szomorú, hogy ez lenne az alap, amit minden állványnak tudnia kellene, de mégsem. Pedig mindenkinek csak ez a feladata, hogy szabadságot adjon a munkaállomásod szabad rendezésére. Szabad. Akár 4 kijelzőt is támogat az LX kar hosszabbítóval, különböző VESA opciókkal. És igen, stabilan tartja a kijelzőket még dinamikus mozgások közben is, akár 40 hüvelykes monitort 6-tól 20 kg súlyig terjedő kapacitással karonként. 33 cm-es emelkedés, 75 fokos dőléssel és teljes 360 fokos forgással. És ha mindez nem lenne elég, a haba tortán, hogy 10 év garanciát adnak. Habár nem olcsó, 180 ezer forint, de ezek miatt nekem instant get lett. Szóval igen, a nagy kérdés, hogy valóban szükséged van-e 2 monitoros setupra, mindkettőnek megvan az előnye, és azon múlik, hogy mi számodra a legjobb vagy fontosabb. Nekem a Dual Apple Studio Display Setup a befutó, mert tökéletesen integrálható a MacBookommal, és az eddigi legjobb kijelző minőséget és dizájnt hozza. Imádok besétálni a Home Office stúdiómba, leülni az asztalhoz, tényleg instant egy ilyen produktív és kreatív flow állapotba kerülök. És ha már itt tartunk, az idei setupom különös helyet foglal a szívembe, mivel bakancslistás álmom valósult meg, hogy egy csodás házba költözhettem és létrehozhattam ezt a teret, amit látsz. Király kütyük, okos otthon integráció, inspiratív tér, szóval ha még nem láttad azt a videót, vagy hogy miként tettem egy állványra az összes videós cuccomat, ami kell egy ilyen beszélgetős videóhoz, akkor nézd meg ezeket a videókat. Köszönöm, hogy itt voltál, ha hasznosnak találtad, akkor nyomd meg a like gombot, kommentelj, iratkozz fel a csengővel együtt, mivel rengeteg tartalmam jön még, találkozzunk a következő videóban, esetleg ezekben. Klik, klik. Szia, sziasztok!